This is Szentendre, the nice artsy riverside town, located north from Budapest. Szentendre is a very popular city for art lovers. In the charming downtown streets, you find the vibrant art life. In this lovely house live my ceramic artist friends. So, dear traveler, this is the place where you can see how fine Hungarian ceramic burns. And here you can also craft it. Maholányi Gabriella és Illés László, kerámia művészek, fazekas és kerámia művészek Szentendréről. Hogy miért annyira jellemző a kerámia készítés Szentendrére, és hogy egyáltalán Szentendre hogyan alakult ki és fejlődött ki ilyen művészvárossá, mint amilyen ma manapság? Hát tulajdonképpen Szentendre a művészek gyűjtőhelye valami furcsa vonzódás van a művészek és a város között. Tulajdonképpen nyilván a Szentendre különleges, szerintem nem csak Magyarország, hanem Európa, illetve a világ egyik különleges helye. Kulturálisan, illetve maga a város szerkezete, a kis zegzugos utcáival unikum Magyarországon. Hát itt egyrészt láthatják, hogy mi miket készítünk, nagyon sokféle dolgot készítünk, a használati edényektől kezdve a szobrokon át, tényleg művészeti alkotásokat, és úgy próbálhatják ki, hogy egy olyan környezetben vannak, ami tényleg inspirálhatja őket. A nagy különbség az, hogy ha bemegy valaki egy szuvenírboltba, a személytelen világok, az nem biztos, hogy amit egy szuvenírboltba lehet kapni, az autentikus helyi művésznek a keze munkája, és nyilván, hogyha ide jön, akkor egy tényleg itt élő művésznek a munkáit nézheti, esetleg vásárolhatja meg. Kedves turista, ez lesz az asztal, ahol kipróbálhatod, hogy hogyan születik a magyar kerámia. Tehát az első lépés ahhoz, hogy egy edényt elkészítsünk, az, hogy meg kell gyúrni az anyagot. Ilyen pogácsát csinálunk belőle, domború felülettel, azért, hogy amikor rácsapjuk a korongra, akkor a levegő kipréselődjön. Igazából muffinnak néz ki. Muffin. Ez nem olyan, tényleg olyan. Az első lépés az, hogy középre kell fogni, és centírozni kell az anyagot. Varázskéz. De ez most így elég ijesztően hangzik, de nem annyira az, mert az a jó a kerámiában, hogy bármilyen szinten van valaki, akár a leges-leges legkezdőbb szinten, mindig van arra esélye, illetve lehetősége, hogy alkosson. A legelső nap is megoldható az, hogy valaki egy olyan tárgyat csináljon, amire örök életében büszke lehet. Tehát Tuk egy olyan lány csinálta, aki életében először fogott a kezében anyagot. Először nyúlt ez anyagot. Egy marokedény.
Tehát ez nem karomban készült, hanem a két kezével. Ahhoz képest ez nagyon jó. Igen. Gabriella, jól csinálja László? Hát mivel ő volt a mesterem, nem mondhatok semmi rosszat róla. Akkor majd felvételen kívül.